Na jó, szóval megkérdezem, ezt hogy csinálod? Én nem tudom, nem tehetek róla. Kökény Attilának hatalmas rajongó tábora van. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött. De gyermekei közreműködése nélkül nem állhatna a Víg Színház színpadán. Két nagyobbik gyermekem regisztráltak a Megasztrálba, úgyhogy tudtom nélkül, csörgött a telefon a kocsimba, és azt hittem, hogy valaki viccel velem. Néztem a fiamra, mellettem ült a kocsiba a nagyobb gyerek, és mondom, és akkor fogom a telefonon, te voltál ez a Megasztrál? Igen, apu, én voltam, légy szíves, beszélve. Mondom, jó, és akkor végül is ennyi volt, így jött. A családapa élete egyik legnagyobb lehetőségéhez érkezett. Mindig valahol bennem volt, hogy szeretném magam kipróbálni ilyesmi dolgon is, hogy nagy színpad. Azért ilyen megmérettetés még nem volt részem soha. Eszerű ízű ébredés, éreg az ágyam égetés úgy bánt, hogy más lelma át. De keresi a két kezel, a szerelem és a képzelet, amin át a szívem visszaránt. De legyen álmod szép, hitem úgy sem tépi szét, a távolság miközben rám talál. Ha volna még, ha volna még egy ha volna még, ha volna még egy végső valamás, arról írnék nap, hogy a szíved úgy szívemben mar, soha nem nyúlít meg más. Ha volna még, ha volna még egy percem mere hozni, ha volna még, arról írnék dal, hogy a szíved úgy szívemben marad, soha nem gyógyít meg más. Én is beállok a sorba, és nagy rajongó lettem most. Hirtelen. Nagyon tudsz. Az a jó magában, hogy nagyon kedves ember. Szóval sugárzik egyszerűen a kedvesség magából. Tehát ez egy nagy előnye ezen a pályán. A legtöbb már nagyképű ilyenkorban is. Irigyledni. Igen, ha ezt meg tudnám tanulni. Gratulálok. Köszönöm. Jó volt, nagyon. Köszönöm. Rád gondolok és a sírás folytogat, ha behúnyom szemem, még látom arcodat. Velvet a party, but like a something, and I just can't stand, I can't stand the rain. Mi mondja meg, hogy dalainkból menni marad. Drága Attila, lehet, hogy Megasztár leszel? Most az esélyt megkapod. Gratulálunk! Köszönöm szépen!